A 30 millió forintból utat és járdát építenek fel Németen. Foglalkoznak a csapadékvíz elvezetéssel, az intézményekkel. Ezen felül közösségi programokra is maradt pénz, jelentette be Rázsi Botond alpolgármester, a városrészt Fidesz-KDNP-s képviselője. Az elmúlt években közel 4 millió forintot fordítottak évente a felnémeti civil rendezvényekre. Idén is ennyit tervez a képviselő. Felnémet őrzi az identitását, erős a civil közösség, mondja Rázsi Botond. Szerinte ennyi pénzt a közelmúltban egyik évben sem fordítottak felnémetre, mint idén fognak. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 3 évben, mióta én képviselem felnémetet, ez a legnagyobb, a jó emlékeim szerint ez a legnagyobb keretösszeg. A város természetesen folyamatosan igyekszik karbantartani minden városrészt, de azok úgynevezett más zsebekben, más sorokon vannak a költségvetésben. Ez most kiemelten egy nagy összeg az előző évekhez képest. Idén 10 millió forintból utat építenek a Vadrózsa utcában. A Boros Endre utca közvilágítását fejlesztik, járdát építenek a Szarvaskői utcában 5 millió forintból, és javítják az Egri út járdáját. Megoldják a csapadékvíz elvezetését az Alvégi úton, a Béke utcában pedig bővítik az átereszt. Lecserélik az óvoda vízmelegítő bojlerét, központi kéményt építenek, az iskolában pedig a tantermek padlóburkolatát cserélik. A Pásztorvölgyben húzódó árok tisztításához a börtön és a városgondozás segítségét kérték. A 30 millióból közel 4 millió forint felhasználásáról szabadon dönthetnek a felnémetiek. A képviselő várja a javaslatokat.